Sok szeretettel köszöntelek benneteket a 21 vlog külön kiadásában. Nagyon-nagyon vártam már ezt a beszélgetést két ok miatt is. Az egyik ok az maga a vendég, Puzsér Róbert. Köszöntelek, Robi. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, akivel mindig nagy élmény, meg nagy kihívás beszélgetni, meg vitát folytatni. A másik pedig pont az, hogy azt hiszem, hogy most vitát fogunk folytatni. Egy fél évvel ezelőtt a Sznobjektív műsorodban vendég voltam, és ott ugye a hazug mítoszokról beszélgettünk, és akkor is azt éreztem, hogy még itt ebben van sok kibeszélni való közöttünk. És hát erről fogunk ma beszélni, a magyar néplélekről, annak is a keleti, illetve nyugati komponenséről, ennek a kettőnek a viszonyáról. És hát én azzal a kérdéssel kezdeném, hogy szerinted keleti vagy nyugati nép a magyar? Így bele csapjak a közepébe. Én azt gondolom, hogy nyugati nép a magyar. És én azt gondolom, hogy ez egy ezer éve eldöntött kérdés. És azt gondolom, hogy aki ezt megkérdőjelezi, az az istváni utat, azt a identitást, ami a magyarságot nagyjából ezer éve meghatározza, azt kérdőjelezi meg, vagy hát azt tagadja meg. Mi magyarok nem Bizánctól vettük fel a kereszténységet, hanem Rómától vettük fel a kereszténységet. Minket, magyarokat nem Cirill és Metód betűire, hanem a latin ABC-re tanítottak. Mi annak a kultúrának a nyelvét, annak a kultúrának a betűkészletét, annak a kultúrának a vallási tradícióját vettük magunkra. És a magyar történelem folyamán ezt a nyugati orientációt, ezt az istváni elköteleződést, ezt nem nagyon kérdőjelezte meg senki. Volt egy rövid intermezzo Tököli vezetésével, amikor magyarság török szövetségre lépett, de ezen kívül csak a kommunisták voltak azok, amelyek megkérdőjelezték Magyarország Európához tartozását, Magyarország nyugati orientációját, és hát most az Orbán rendszer. Ezzel az Orbán rendszer hát tulajdonképpen a kommunista államhatalomnak az örökségét veszi magára. És én azt gondolom, hogy ez egy alapvető identitás kérdés, hogy mi a nyugathoz tartozunk. Mi nem szerbek vagyunk, mi nem a románok vagyunk. Hát minket megkülönböztet a vallás, a kulturális tradíció, és természetes, hogy mi itt egy ütköző zónában vagyunk. Tehát ennél fogva mi azért a félperifériához tartozunk, de ez nem azt jelenti, hogy mi egy komp vagyunk a kelet és a nyugat közt, hanem annyit jelent, hogy mi a nyugatnak ez a keleti végvára vagyunk, vagy a nyugatnak a keleti hídfőállása vagyunk. Mi nem a komp vagyunk, amelyik közlekedik a kelet és a nyugat közt, hanem mi vagyunk a nyugatnak a keleti hídfőállása, ahova a keletről érkező komp kiköt. Ezek vagyunk mi. Vagy amely megállítja a keleti folyamatokat, Európa védőbástyájaként? Igen, sokszor megállítja, igen, Európa védőbástyái is vagyunk, igen, a nyugatnak a élelmiszerraktára is voltunk, ugye a Habsburg uralom alatt, a nyugatnak ez az ütköző állama vagyunk, a nyugatnak ez a felvonulási övezete vagyunk, és ilyen értelemben mi nekünk sérült a nyugati orientációhoz irányuló elkötelezettségünk. Sérült, mert azt érezzük, hogy nem vagyunk igazi nyugatiakként kezelve, és akkor ebből következik egy kurucos dac, ami arra vonatkozik, hogy na hát akkor nem is vagyunk azok. Ami viszont egy életveszélyes gondolat, mert ez az identitásunk felmondását jelenti. Hát mi nyugatiak, nyugatosak vagyunk, nyugati gyökereink vannak ezer éve, és ezeknek a gyökereknek kell megfelelnünk, és a magunk helyét Európában tőlünk nyugatra megharcolni, a magunk helyét kivívni, a magunk becsületét, a magunk megbecsülését kiharcolni. Ez a mi feladatunk. Nem az, hogy elkezdjünk a kelettel szövetkezni, és kiátsszuk a nyugatot a keletnek, illetve nem az, hogy krediteket nyerjünk nyugaton azáltal, hogy mi a keletnek is értékesek vagyunk. Mi lám egy
egy értékes szövetséges lehetünk a keletnek, tehát kedves nyugat, tessék minket megbecsülni. Én azt gondolom, hogy ez a kurucos dac, ez vezetett el minket, magyarokat ahhoz, hogy akkor hát nem is vagyunk nyugatiak, hogyha minket nyugaton nem becsülnek meg. Csak hogy minket nem a nyugat megbecsülése tesz nyugativá, hanem minket Géza fejedelem és István király tett 1000 évvel ezelőtt nyugativá. Ez megmásíthatatlan, ez szerintem a legalapvetőbb identitás kérdés a magyarság számára, és hát bizony ez ma már nem egy konszenzus. Szóljak közben, mert több ponton is olyat mondtál, amit én másképp látok. Ugye Istvánnal kezdted, és azt mondtad, hogy Istvánnal ez eldőlt. És politikai értelemben ezt én sem vitatnám. Tehát, hogy a Európához való tartozásunk, vagy a nyugat felé való fordulásunk, az szerintem is ezzel eldőlt, és hála Istennek, hogy így dőlt el, és nem másképp. Viszont a István utáni időszakot megnézzük, ott is látjuk, hogy egy politikai döntés még nem jelent automatikusan kulturális normát, nem jelent azonnal egy kulturális azonosulást, tehát egy Szent Lászlónak kellett jönni, aki ugye ráadásul egy a keleti irányultságból származó családból érkezik az Árpádháznak a trónjára, aztán pedig az egyik legárpádabb lesz az Árpádházban. Tehát számomra Szent László fontosabb ilyen értelemben, mint István, mert én benne azt látom, hogy ő ezt a keleti és nyugati komponenst, ami szerintem bennünk van, mind a mai napig bennünk van, ezt ő tudta integrálni, tudott ebből valami szintézis létrehozni, ami nyugati volt, de nem volt, tehát nem négyelte fel a keleti komponens, mint ahogy István megtette. És én azt gondolom, hogy amikor én a keleti komponens előhozom, akkor én nem vagy-vagy kérdést szeretnék ez alatt érteni. Tehát nem azt mondom, hogy amit te mondasz, annak az az alternatívája, hogy akkor most forduljunk kelet felé, és legyünk keletiek, és tartozunk akár politikai, akár kulturális értelemben a kelethez, mert egyrészt ez részben el is dőlt, másrészt meg nem is volna helyes. Amiről én beszélek, az nem is politikai, meg történelmi szempont, hanem egy ha van ilyen társadalom lélektani, vagy nemzetkarakterológiai tény, hogy a magyar társadalomban van egy keleti eredet, van egy keleti származás, ami szerintem persze az évszázadok során nagyon sok szempontból, nem genetikáról beszélek, mert abban az értelemben teljesen ez jelentéktelenné vált. De azt gondolom, hogy a kulturális mentalitás terén ez továbbra is bennünk van. És én úgy gondolom, hogy nekünk, miközben nyugathoz tartozunk, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát szerintem nem az a magyar alkatnak a célja, hogy elnyerjük a nyugathoz való tartozás, hogy abba a szalomba bebocsátást nyerjünk 100%-os szavazati joggal, hanem az, hogy a saját nyugati és keleti ségünket megéljük. És én nekem például a komp, amiről te beszéltél, az nem egy negatív kép. Tehát számomra az nem egy negatív magyar jövőkép, ahol Magyarország nyugati országként, ami lehet akár egy keleti védőbástya, lehet akár egy keleti keletre tolt nyugati állás, de mégiscsak a kelet számára ad egy kapcsolódási pontot. Pontosan azért, mert hogy keleti eredete van. Tehát, hogy én ezt a fajta bennünk lévő eredetet, én ezt értéknek tekintem, és nem akarnám fölnégyelni, mint hogy azt István szimbolikusan megtette. És akkor itt jön a következő kérdésem hozzá, hogy te érzed-e, mint Puzsér Róbert, hogy például te érzel-e magadban valami keletit. Tehát, hogy te érzel-e, csak hogy mondjak egy konkrét példát, tudom azt, hogy nagyon tisztelet Hamvas Bélát. Hát kulturálisan pont az egyik fontos alkotója volt annak, hogy a keletiség az megjelenjen az európai vagy a keresztény gondolkodásban. Ugye az egyik művében, az Öt géniuszban ott pontosan arról beszél, hogy a magyarságnak az identitása az különféle égtájak irányából végső soron egy szintézis. Tehát, hogy akkor most konkrétan a kérdés, Puzsér Robertnek van-e keleti vonása, vagy te egy 100%-i nyugati embernek érzed magad? Én a Hamvas Bélával kapcsolatban úgy érzem, hogy a Hamvas Béla mindenféle tradíciót ápolt, és mindenféle tradíciót integrálni igyekezett, és mindenféle tradíciónak az ösvényét igyekezett kiárni egy nagy közös integrált tudássá emelni. Ami aztán jöhetett keletről, jöhetett nyugatról, tehát ő a kereszténységhez, a judaizmushoz, a buddhizmushoz, a hinduizmushoz, a taoizmushoz, sőt, még a,
még a prekolumbián amerikai kultúrákhoz is kereste a hozzáférést, mert úgy gondolta, hogy a tradíció az mind-mind-mind egyetlen közös helyről, egyetlen közös merítésből táplálkozik. Én azt gondolom, hogy itt mindenki keletről jött. Európában mind keletről jött. A germánok is keletről jöttek. Ők is Ázsiából jöttek. A frankok is keletről jöttek, Ázsiából jöttek. A hispánok is keletről jöttek. Itt a népvándorlásnak számos hulláma, ez a népvándorlás, amely elsöpörte a római birodalmat, ez zajlott Európában hosszú évszázadokon keresztül, fél év ezreden keresztül. Ennek a népvándorlási folyamatnak, ennek az utolsó hulláma vagyunk mi. Tulajdonképpen velünk zárult le a népvándorlás. Ezért a mi számunkra a legkevésbé régi ez az emlék, hogy mi Ázsiából jöttünk. Szeretném jelezni, hogy itt mindenki Ázsiából jött. Ennek megfelelően ez nem az eredetnek szól, ez a tradíció, hanem ez egy identitáskrízis, én azt gondolom. És azt gondolod, hogy bocsáss meg, Szadovák, hogy azt gondolod, hogy akkor ezt a keletiséget, hogy, és az tény, hogy velünk zárul ez a nagy népvándorlási ciklus, de akkor ebből az is következik, hogy bennünk él talán a legélményszerűbben még ennek az emléke, és hogy ezzel az emlékkel mit kezdjünk. És talán lehet, hogy itt van közöttünk a különbség, mert hogy én azt mondom, hogy ez akár érték lehet, és nem biztos, hogy ez egy olyan dolog, amit ugye el kell felejtenünk. És itt vetődik föl bennem a kérdés, hogy például te azt a fajta már a középkortól, már a középkori krónikások által fontosnak tartott hagyománytól, hogy hát mi a sztyeppéről jövünk, sőt, hát ugye Attilának vagyunk ugye a kései utódai, ugye Hungária, a hunok leszármazottai vagyunk, és ugye ennek aztán a 19.-20. században volt ugye a turanizmus a tudományos és kulturális közege. Tehát ezt például hogy látod a magyar kultúrában a helyét, vagy a szerepét? Mondjuk a 21. században itt most. A turanizmusnak? Aha. Én azt hiszem, hogy ez a kultúrában nagyjából a világzenében látom a helyét, vagy a szerepét a turanizmusnak. Én nem nagyon ismerek olyan kulturális terméket, amit olyan nagyon megtermékenyített volna, vagy olyan nagyon meghatározna a turanizmus, vagy legalábbis én nekem ahhoz nincsen hozzáférésem. Én a turanizmusban a pánszlávizmusra és a pángermánizmusra adott sajátosan magyar választ. Illetve sajátosan török, illetve sajátosan finn választ látok. Tehát a nagyon hasonló ahhoz, mint amikor a 19. században, ez a romantika terméke. A 19. században különböző népek fellelték, előásták a maguk eredet mítoszait, mint a finnek a Kalevalát. És minden népnek meg kellett találnia valahol az eredet mítoszát. De hát a magyarok nem nagyon találták, hiába ástak, nem nagyon találták az eredet mítoszukat, így aztán Gyulai Pál megtalálta ezzel Arany Jánost, és hát megbízta Arany Jánost azzal, hogy hát akkor meg kéne alkotni ezt az eredet mítoszt, mert nekünk is kell, hogy legyen, különben hát nem leszünk. Itt a most születnek a nemzetek, a modern nemzetállamok, akkor még nem így hívták, hogy leszünk mi itt magyarok eredet mítosz nélkül, és akkor Arany János megírta a Buda halálát. Akkor Arany János fogta és félretette a saját líráját, a saját költészetének a megvalósulását, hogy ez most mellékes, itt most a magyarságnak eredet mítoszt kell írni, és Arany János hát föláldozta a saját költészetét, a saját irodalmi perspektíváit ennek a munkának, hogy hát ezt igenis el kell végezni, és aztán amikor már az életének a döntő része eltelt, akkor kapott a fejéhez Arany, hogy úristen, mit csináltam, az életművemet Gyulai Pálnak adtam, meg a magyarságnak áldoztam, ami ugye nagyszerű és egy fontos feladat, na de mi lesz a költészetemmel? És akkor kezdte el írni az Őszikéket, és kiderült, hogy Arany még mindig egy nagy költő, csak hát a Gyulai kiverte a fejéből ezt. Most én a turanizmussal kapcsolatban is
ezt érzékelem, hogy itt a pángermánizmus, meg a pánszlávizmus, mint egy satú két pofája szorította össze a magyarságot, és kényszerítette bele abba, hogy a magyarság ennek ellen feszüljön. És a turanizmus az ez, az ezáltal kiváltott, ránk kiváltott hatás. De így gondolt, hogy a turanizmus csak egy reakció tényleg? Tehát, hogy egy ilyen... Tehát, hogy, mert azért, nem Arany János találta föl ezt a spanyol viaszt, vagy ezt a turáni viaszt. Hát azért itt már a közép... Azért hagyd szóljak közben, mert én azt gondolom, hogy itt nem Arany János találta föl ezt a turáni viaszt. Ennek már azért sokkal-sokkal korábban megvolt a szüksége. Már a középkori krónikások úgy érezték, hogy eredet mítoszra van szükség. Ugye akkor abban az időszakban, amikor még a falvakban még lehet, hogy pogány ritusoknak áldoztak, vagy pogány ritusok között éltek egyébként már a keresztény Magyarországon emberek, el kellett magyarázni nekik, hogy mától ugye keresztény ország vagyunk, és azok ellen fogunk harcot vívni, vagy azok ellen fogunk háborúzni, a kunok ellen, a besenyők ellen, akikkel pár száz éve még együtt éltünk a sztyeppén, vagy valahol a keleti vidéken, akiknek a motivumaik, az érzésvilágunk nagyon hasonló miénkhez, de most ők az ellenségeink. És ugye erre a feladatra a korabeli médiumok, a krónikások gyártották le a szükséges kommunikáció stratégiát, akik azt mondták, hogy igen, mi keletről jöttünk, mi ebből a világból érkeztünk ide, de nem véletlenül, mert a Jóisten kiválasztott bennünket, mert mi egy dicső harcos nép vagyunk, Attilának vagyunk ugye az unokái, és nekünk kell megvédenünk a kereszténységet, mert erre senki más nem lenne képes. És innentől kezdve volt egy szintézise, ami keleti eredetünknek és a nyugati jelenlétünknek, és én azt gondolom, hogy nem véletlenül kerül elő mindig ez a kérdés, és lehet, hogy Arany János a fejéhez kapott az élete végén, de szerintem nem volt feltétlenül hiába való, vagy nem volt feltétlenül vakvágány az, hogy valaki ilyennel foglalkozik. És én továbbra is úgy gondolom, hogy ha a magyar társadalomnak, a magyar közösségnek akarunk egy élhető, átélhető, teremtő identitást adni, és egyáltalán közösségbe akarjuk foglalni, akkor ezt a keleti komponenst egyszerűen nem lehet belőle kiszakítani, vagy nem lehet ezt egy ilyen nagyon negatív, nagyon jelentéktelen, vagy marginális elemnek betölteni, még akkor sem, hogyha egyébként a turanizmus sajnos a történelem során tudománytalan rárakódásoktól sebzik, vagy sebzett, politikai, súlyos politikai bűnök kötődnek ugye a turanizmus eszméjéhez. De ezzel együtt is én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy a kurultáj Magyarországon pedig ennyire népszerű. Tehát azzal még azoknak is szembesülniük kell, akik mondjuk ezt nem értik, nem érzik, vagy nem szeretik. Igen, de én úgy gondolom, hogy azért ez összefügg a New Age-nek a népszerűségével is. A New Age is, mint ahogy a minden, ami globális jelenség, Magyarországon ketté hasad. Van egy nyugatos, New Age-es, európier New Age-es, globális New Age-hez kapcsolódó, és van egy lokális, keletre tekintő, ez fejeződik ki a kurultájban, ez New Age, vagy ezotéria, és ez a kurultáj az ezt helyezi ki. Nekem ezt is. Igen, de nekem egyébként semmi bajom nincsen azzal, hogy a magyarsághoz, vagy a magyar szellemhez hozzá tartozik ez a keleti, ázsiai eredetmítosz, csak ez a kultúrához tartozzon. Hát ebből ne váljon politikai doktrína Magyarországon. Hát ez a kultúrában van helye és szerepe, csak én nekem az a nagyon rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, ezzel a kompal, amik mi vagyunk, hogy kompország vagyunk. Mi nem tartozunk se a nyugathoz, se a kelethez, illetve akár a kelethez tartozunk, akár a nyugathoz. Kiköthetünk a keleti oldalon, kiköthetünk a nyugati oldalon. Én ebben nem tudom nem látni az identitás krízist, illetve nem tudom nem látni azt a ravaszdiságot, hogy hát várjuk az ajánlatokat, kedves nyugat, illetve kedves kelet. Ha megfelelő ajánlatot kapunk, akkor talán mi vagyunk a keleti hídfőállás, nyugatra nézünk. Hogyha nyugatról kapjuk a jó ajánlatot, akkor megvédelmezzük a nyugatot. Természetesen mi mindvégig ezt akartuk. És hogy az identitásunk tulajdonképpen szuperpozícióban van, és akkor
Ehhez a szuperpozícióban lévő identitáshoz Orbán Viktor várja az ajánlatokat keletről és nyugatról. Ki milyen ajánlatot tud tenni, és akkor annak megfelelően hajlítjuk a magunk szerepét, illetve kötünk ki itt vagy ott. Én meg azt gondolom, hogy az elköteleződés, és pedig a nyugathoz való elköteleződés, az az alapja annak, hogy egyáltalán tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy ez a krízis, ez ne felszámolja az identitásunkat, és egyébként igen, megvan a tradíciónkban ez a keleti komponens, de hogy ez a keleti komponens mennyire azért van, mert nekünk nem jött be a számításunk a nyugattal, és mennyire azért, mert mi tényleg keleti nép vagyunk, hát ezzel kapcsolatban én élnék a gyanúperrel. De szerintem itt két külön dolog van, két külön szint van, amit el kell választani. Az egyik, amiről te beszélsz, az a geopolitikai kérdés, hogy most nyugat vagy kelet vagyunk. És ebben szerintem nincs vita közöttünk. Talán még Orbán Viktor is úgy gondolja, hogy nyugat vagyunk. És amiről én beszélek, ez alatt, vagy e fölött, vagy emellett, nem tudom, az a kulturális identitásunk. És szerintem a kettő nem biztos, hogy egymással ellentétes. Tehát én el tudok képzelni egy olyat, hogy a mi geopolitikai és kulturális hovatartozásunk nyugati, de a saját önmagunk identitásában megéljük azt, hogy ez egy szintézis. Tehát én nem félek a szintézistől. Tehát én azt gondolom, hogy a szintézis az teremtő, tehát az lehet egy skizofrén, frusztrált állapot is, meg lehet egy teremtő szintézis is. Igen, csak a szintézis az a híd. A krízis az a komp. Ha mi egy híd vagyunk, ami itt áll, összeköti a kettőt egymással, és van, és itt áll, és marad, az arra mondhatom, hogy az egy szintézis, mert az tényleg áthidalja azt az ellentmondást, vagy azt, ami ellentmondásnak látszik, azt a szakadékot. De a komp az nem egy szintézis. A komp az mozog. A komp az kiköt itt, aztán kiköt ott, aztán üzletel ezzel a hídfővel, aztán üzletel azzal a hídfővel. Ebbe teljesen igazán van, és én akkor én is engedem a kompot, nekem nem a kompa fontos ebbe, hanem a keleti komponens, és nekem is jobban tetszik egyébként százszor a híd, csak hogy amire én újra és újra fel akarom hívni a figyelmet, hogy szerintem nem tehetjük meg, hogy nem vagyunk tekintettel el a keleti komponensre, mert hogy ez létezik, tehát hogy nem hunyhatjuk be a szemünket. Van, akiben kevésbé, van, akiben nagyon, és így kell egymást szerintem valahogy elfogadnunk, hogy van, akiben a nyugati komponens 99%-os, vagy akár 100%-os. Van, akiben a másik. És hogy ez ilyen értelemben sokszínűek vagyunk, és hogy erre kell egy közösségi identitást építeni, amiből egyiket sem lehet szerintem kihagyni. És ugye itt egy olyan aktuális kérdés is följön, amit szeretnék megkérdezni tőled, hogy itt volt a Turul-szobor körüli vita. Te hogy látod például, hogy lehet-e például egy ilyen szimbólummal, mint a Turul-szobor, lehet-e emlékezni, vagy szabad emlékezni, vagy szabad szobrot állítani ennek a szimbólumnak? Tehát, hogy miről szólt ez a vita szerinted pont? Én azt gondolom, hogy szabad. Én azt gondolom, hogy nagyon is. Én azt gondolom, hogy a Turul önmagában az nem egy kirekesztő szimbólum. Csak nem a holokauszt helyszínén kéne felállítani. Hát ennyi. Nem azokon a helyeken, ahol mondjuk a gettó állt, ahol mondjuk tömeggyilkosságok zajlottak, ahol a nyilas pártházban embereket gyilkoltak. Tehát, ezeket, mert akkor azokat a hungaristák a Turullal reprezentálva követték el azokat a rémtetteket. Tehát ez rossz konnotáció, rossz érzéseket kelt. Nagyon rossz asszociációs tere van ennek. És nagyon, hát nagyon hullagyalázás jellege van ennek. És a leszármazottakban meg, hát érthető szorongást generál. Én úgy gondolom, hogy a Tatabányán álló Turul-szoborral senkinek semmi problémája nincsen. Biztos? Én úgy gondolom, hogy igen. Mert én meg azt érzem sokszor, hogy legyen neked igaza, csak hogy azt érzem, hogy ugye van, ezek ilyen kibeszéletlen, nagyon sok kibeszéletlen dolga van a magyarságnak, különösen a 20. század talán a leginkább, hogy a Turul-szobor kapcsán teljesen joggal, hogy te is mondtad, az áldozatok leszármazottainak kialakult egy nagyon negatív érzésvilága. Én azért érzem tragikusnak, mert egyrészt teljesen érthető módon alakult ez ki, csak az benne a tragikus, hogyha belegondolsz, a legősibb eredet szimbólumaink, az Árpád-házi lobogó, a Turul-madár, ezek, amit ugye felhasználtak különféle politikai szempontok szerint, ezek Magyarországon a két
legnagyobb nemzeti kisebbségünk számára, a cigányság és a zsidóság számára riasztó jelképek. Tehát, hogy amúgy is sok bajunk van nekünk itt Magyarországon a Kárpát-medencében, és hogy még ez is így pluszba rájön, hogy nem tudsz jó szívvel a régi jelképeid alatt, mellett emlékezni. Meg mi az igazán vonzó az Árpád-sávos zászlóban a jobb oldal számára? Miért lett a 2006-os tüntetés sorozatnak a szimbolikus, ikonikus zászlaja az Árpád-sávos zászló? Mert a trikolor az túl konszenzuális. Tehát a trikolor az a baloldaliakhoz is tartozik, meg a liberálisokhoz is tartozik. A trikolor az a baloldaliaknak is, meg a liberálisoknak is kifejezi az identitását. Ezért nem elég jó. Nem elég jó, hogy kifejezze a jobboldaliságot, kifejezze a nemzet kétségét, hogy úgy mondjam. A trikolor a nemzet egységét fejezi ki, a nemzet kétségét már olyan, ahhoz valami más zászló kell, ahhoz az Árpád-sávos zászló kell, ahhoz a Székely zászló kell, ahhoz az Európai Unió zászlaja kell, ahhoz a Szivárvány zászló kell. Tehát ezek a zászlók, ezek a szimbólumok, ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy kifejezze azt, hogy a magyarság az nem ám az egész, az igazi magyarság az a fele, az a jobbik fele. Ugye? Ha már jobbikot szóba hoztad, én ráadásul itt ebben elég autentikus is vagyok, mert hát hogy mondjam, Árpád-házi zászlók alatt elég sokat vonultam, és hát amit mondasz, az teljesen igaz. Tehát, hogy visszagondolva, amikor az Árpád-sávos lobogó mit jelentett mondjuk egy gárdai rendezvényen, vagy egy jobbik rendezvényen, nem tudom kinek mit jelentett nyilván, de hogy kevésszer jutott eszembe az Árpád-ház róla. Igen. Tehát azt valljuk be, hogy ebben sajnos ebben igazad van, hogy ezt a szimbólumot a 20. század olyan szinten meg a maga politikai csatározásában olyan szinten felhasználta és meggyalázta, hogy bennem is, akinek egyébként a 20. századhoz semmi közöm nem volt ahhoz, de mégis nyilván örököltük azt a politikai klímát, amit kaptunk, és ott nyilván jobboldaliként én is elég aktívan részt vettem. Számomra nagyon ritka jutott eszembe az Árpád-házi lobogóról Szent István, meg Szent László, meg Harmadik Béla. Ellenben nagyon sokszor eszembe jutott a kommunisták bűncselekményei, meg egyéb társítások. Tehát, hogy na jó, de ezt így most könnyű már innen utólag kívülről szemlélnem, csak hogy nem tudom azt, hogy képesek leszünk-e arra valaha, hogy mondjuk ezt kibeszéljük, és mondjuk mondok egy nagyon erős képet, hogy mondjuk a magyarországi zsidóság vagy cigányság számára mondjuk a turulmadár ne azt jelentse, amit most, hanem ennek a nemzetnek valami ősi jelképét. Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz feladat. Mondjuk el lehetne kezdeni esetleg azzal, hogy amikor a mozgalom, amelyik a turul mögött áll, vagy az államhatalom, amelyik a turul mögött áll, illetve ahhoz tartozó kurzus, amelyik a turul mögött áll, egyet hátralép, és azt mondja, hogy ezt a turult most elvisszük innen egy másik helyre, amely helyen ez a turul, ez nem lesz talán szentségtelen, mert hogy ezen a helyen ez a turul itt sérti a holokauszt emlékezetet, valahol máshol ez a turul, ez a magyarság ősi és szent madara lesz, nem pedig a tömeggyilkosságok mementója lesz. Ez egy gesztus lehetne. Csak hogy Magyarországon nem szabad gesztusokat tenni, mert hogyha ezt megtenné a jobb oldal, akkor azt érezni, hogy na most aztán majd felbátorodnak. Na most aztán majd kitalálják, hogy a tatabányai turullal is probléma van, mert ott is történt valami incidens, akkor majd azt is onnan el kell hurcolni. Tehát, hogy valójában ezeknek a gesztusoknak is megvan a maguk kultúrája. Szabad hátralépni egyet, szabad azt onnan visszavonni, valahol máshol kiállítani, és ez nem a gyengeség jele, és ez nem a meghátrálásnak a jele, hanem ez mondjuk a konszenzus keresésének a jele, és ebben magyar lehet, magyar maradhat valaki, sőt, turáni magyar maradhat valaki, sőt, ős magyar maradhat valaki. A hátralépéstől senki nem lesz globalista, senki nem lesz idegen szívű, ez csak egy gesztus, ez csak egy emberi gesztus. Ez úgy működik, tudod, hogy ha esetleg fölmerülne valami nagyon halvány kis sejtelem benned, hogy gesztust tegyél,
akkor utána sokkal erősebbként merül föl általában a magyar emberekbe bennünk az, hogy hát de ő se tett gesztust. Meg egyébként is ő is azt csinálta, meg azt mondta, meg neki is van egy olyan szobra itt, meg egy ilyen emlék, meg arra emlékeztek, és ugye mindig kialakul szerintem a veszettek viadala. Tehát, hogy mind a két oldalon találunk olyan pontot, amit ki tudunk emelni, és azt mondjuk, hogy hát na, ezeknek biztos, hogy nem. Ezeknek biztos, hogy nem fogunk gesztust tenni, mert nézd meg azt, és miközben azon az oldalon belül nem többséget képviselt, csak valószínűleg egy hülye volt, vagy egy túlszaladó, vagy egy veszett volt, de a másik oldal egyben azonosítja azzal az egészet, és ezt kölcsönösen így megtesszük. Tehát mindig két oldal mindig a másik leghülyébbjével azonosítja a másikat. És ugye innentől kezdve meg ez olyan, mint a vérbosszút, soha nem ér véget, mert mindig lesz egy újabb indok arra, hogy ne tegyünk gesztust. Tehát, hogy én igazából itt látom a problémát, hogy ki az, aki elkezdi a gesztust, ki az, akiben meg lesz az hogy a dominó első láncem legyen, és hogyha ő ezt megteszi, akkor utána mi történik? Viszont gesztus történik, vagy pedig azt, hát nézd már, hát ez egy balek. Igen. Tehát, igen. Tehát ezért nem tessen ki gesztust, mert már mindkét oldal meg van győződve arról, hogy az ő gesztusára nem egy viszont gesztus lesz a válasz, hanem röhögés. Hogy erőlködik a nyomorult, hogy itt most konszenzus teremtsen, nincs konszenzus, háború van, és most meghátráltál, te nyomorult, és ráadásul a semmiért. Kinek teszed a gesztust? Oda se figyelünk. Ma, hogyha a minimális alapok sincsenek meg, hogyha a másik magyarsághoz való tartozása, illetve az egyik Európához való tartozása, vagy civilizált emberiséghez való tartozása van megkérdőjelezve, akkor a gesztusok ellehetetlenülnek, meg sem lehet tenni őket. Valóban nincs olyan oldal, nincs rossz oldal, amelyik elkezdhetné, nem megfelelő oldal, amelyik elkezdhetné a gesztusok politikáját. Bármelyik oldal, amelyik elkezdeni a gesztusok politikáját, az egy nagy szolgálatot tenne a nemzetnek, a teljes nemzetnek. Csak hogy hisz még itt bármelyik oldal a teljes nemzetben? Létezik ilyen? Létezik egyáltalán ilyen idea? A helyzet az, hogy mi két dolgot tudunk magunkról, mi magyarok, amit biztosan tudunk, hogy kik vagyunk. Az egyik az, hogy mi vagyunk azok, akik háborúzunk magunkkal, önmagunkkal. A másik, amit tudunk magunkról, az, hogy még ezt a háborút sem gondoljuk annyira komolyan. Lássuk, mennyi a matek. Lássuk, hogy én kivásárolható vagyok ebből a háborúból is. Mennyit fizetsz? Hogy a korruptságunk az, ami élhetővé és fenntarthatóvá teszi a polgárháborunkat. Hogyha komolyan vennénk, tényleg rendesen komolyan vennénk a saját polgárháborunkat, akkor úgy játszanánk le, ahogy a délszlávok, és itt tényleges fegyveres harc lenne. Csak hogy a mi konformizmusunk, korruptságunk, ravaszdiságunk, meg ugye az enerváltságunk az ilyen publicisztikákra telik. Tehát ezek a mi töltényeink, ezeket lőjük ki egymásra, hogy kirekesztjük a másikat a magyarságból, meg a civilizált emberiségből, nyomunk egy entert, és jöhet az utalás. Hát valójában mi ebből egész jól megélünk, egész kényelmesen, egész jókat vacsorázunk belőle, egész jókat mulatozunk belőle. Ennek megfelelően senki soha meg sem nyeri ezt a polgárháborút, mert valójában egyik oldal sem akarja megnyerni. Mert ha igazán meg akarná valamelyik oldal nyerni, akkor torokra kéne mennie. Annak meg az lenne a következménye, hogy a végén esetleg az ő torkát is elvághatják. Hát egy ilyen helyzetben nem akar belekerülni egyik oldal sem. Én nem mondom, hogy ez baj. Lehet, hogy ez a jó, hogy itt még senkinek nem vágtuk át a torkát. De minden esetre nem tudjuk lejátszani ezt a meccset. Ennek az az eredménye, hogy a polgárháború folytatódik, és folytatódik, és folytatódik, és ebből válik identitás. Tehát a mi identitásunk az, hogy a kurva Orbán most már takarodjon, illetve hogy a kurva Gyurcsány most már vissza ne jöjjön. És nagyjából ennyit tudunk magunkról, és még annyit tudunk magunkról, hogy ezért a legtöbb, amit hajlandóak vagyunk megtenni, hogy maradjon, illetve hogy el ne menjen, hogy írunk valamit, kommentet, azt elküldjük, a másikat kirekesztjük a naprendszerből, és utána megvacsorázunk. És szóval, hogy az a helyzet, hogy bármelyik oldal igazán meg akarná nyerni ezt a polgárháborút, akkor
kőkeményen lejátszaná a másik oldallal, aminek az lenne az eredménye, hogy mindkét oldal vért látna, megérezni a vérszagát, és egy ponton visszahőkölne. Úristen, mit tettem? És ott elkezdődhetne egy megbékélés. De ez a katarzis nem tud eljönni. Nem tud eljönni ez a katarzis, mert nem jutunk el a csömörig, hanem konzerváltuk ezt a krízist, konzerváltuk a polgárháborús krízist, anélkül, hogy eljuttatnánk magunkat a medence aljára, ahonnan aztán el tudnánk rugaszkodni. De mindenképpen kell szerinted ez el kell jutni mindenképpen a medencének a véres aljáig, mert hagyd mondjak egy példát, amit a te személyesen is érintve vagy benne. Ugye nemrég volt Kassai Lajosnak Gulyás Mártonnal egy beszélgetés, nem tudom, hogy azt hogy értékelted. Szerintem fontos volt, mert hát ha van úgymond a keleti ősi hagyományainknak szerintem nagyon-nagyon termékeny és nagyon pozitív arca, akkor az pontosan a Kassai Lajos. És hát ha van valaki, aki nyugati, 100%, akkor az a Gulyás Marci. És ugye neked is volt a Kassai Lajossal egy közös beszélgetésetek, ami szintén nagyszerű. És nem lehet, hogy ez is elég volna, és nem kéne egymás torkának ugrani? Tényleg mégis vannak olyanok, akik összmagyarságban gondolkodnak, akár a legesleg széléről is, vagy a legesleg távolabbról is egymástól. Mert hogy szerintem, nyilván ez egy költői kérdés volt a részemről, szerintem az igazi gesztusok ezek, nem? Amikor egy Kassai Lajos azt mondja, hogy szeretne a Gulyás Mártonnal beszélgetni, mert 100-ból 95 dologban nem ért vele egyet, de valamiért ebbe az országba egy nemzethez tartozunk. És hogyha mondjuk egy olyan szintű hitelességgel teszi ezt valaki, mint Kassai Lajos, akkor ebből valami születik. Mert én, aki ez egyébként közel áll a turáni hagyomány, meg én ebben éltem sokat, meg hatott rám, én azt látom, és elismerem önkritikusan is, hogy a sokszor ez nem csak hogy a másik oldalnak, a nyugatosaknak, hanem még nekünk jobban is taszító volt, vagy nevetséges, vagy amatőr, vagy tudománytalan, mert hogy olyan volt. De ugye, hogy ezt megértse valaki, azt látni kell, hogy ezt a kommunizmus lényegében 40-50 évre zárójelbe tette. Miért? Azért, mert a Szovjetuniónak ez nem tetszett volna, mert más külpolitikai orientációkat eredményezett. És innentől kezdve a rendszerváltás után, amikor ez elkezd újra előkerülni, de már nem Teleki Pál szintjén, aki szintén a maga idejében a turáni társaság vezetője volt, hanem már sokkal alacsonyabb szinteken, akkor mindenféle őrült fantazmagóriák, meg hamis mítoszok képében jelenik meg. És ugye itt most egy nagyon, tehát hogy ezt nyilván nem biztos, hogy ti látjátok, vagy sokan látjátok, de hogy itt most őrült munka folyik, hogy az ilyen a történelmi rárakódások, a fasizmusnak az árnyai, a mindenféle tudománytalan holdkóros elméletek, meg a politikai rongyként való felhasználás, meg a kipcsakozás sűrűjében ezt a fajta keleti hagyományunkat, eredetünket, ezt kulturálisan megtisztítsuk. És valahogy azt úgy tegyük le az asztalra, hogy az a nyugati komponenshez alkotó, teremtő módon legyen illeszthető. Tehát én azt gondolom, hogy talán ez is elég volna. Csodálatos lenne, ha így lenne. Tényleg csodálatos lenne, és ez egy nagyszerű pillanat volt, amikor a Gulyás Márton meg a Kassai Lajos leültek egy asztalhoz, és elbeszélgettek, és látható volt, hogy van egy közös, alapvető nyelvi, kulturális, történelmi alap, meg van egy közös felelősség a közös Magyarország, meg a közös magyarság iránt. És hogy ezek a minimumok, ezek ott lelettek fektetve, és akkor ezeken az alapokon már meg a másik embernek, emberi lénynek tekintése, ami nagyon nincs meg egyik oldalon sem. Ezeken az alapokon már lehet vitatkozni egy csomó kérdésről. Fogadhassanak-e a melegek örökbe gyereket? Az már nem az élethalálítás. Na igen, itt már nem vágjuk át egymás torkát. Ha ez lehetséges volna, az csodálatos volna. Csak hogy én ahogy figyelem ennek a beszélgetésnek a fogadtatását a jobb oldalon, hát a Kassai Lajos szándékának a mély meg nem értésével találkozom, illetve hát a Szentesi Zöldi László az írt is a Kassai Lajosnak egy üzenetet erre vonatkozóan, hogy nem szabad embernek tekinteni, nem szabad tudomást venni róla. Te ezzel felemeled magadhoz, Lajos, nem szabad. A tudomásul nem vétele annak, hogy itt nem, ez nem egy sakjáték, ahol egy sötét bábuk és világos bábuk vannak, és választani kell a sötét és a világos között, hanem itt igenis van a szürkének meg annyi árnyalata, hogy ne az 50-es számot mondjam.
Itt az ember igenis állhat a fehér és a fekete közt, ez nem sok. Itt nem az van, hogy vagy ehhez a törzshöz tartozol, és ezt a királyt szolgálod, vagy amahoz a törzshöz, és amazt a királyt szolgálod, és Kassai Lajos elég autonóm ahhoz, hogy ő ne kérjen, hogy ő egy olyan huszár legyen, most mondtam egy lovas íjász, amelyik nem kér engedélyt a királytól, hogy lólépésben lépjen, és hogy hova lépjen, hova léphetek királyom, hanem ő lép a maga jogán, mert ő elég autonóm ahhoz. Ez egy nagyon bátor dolog, a Kassai, hallatlanul bátor dolog a Kassai Lajos részéről, hogy ezzel gyakorlatilag ő akar normát diktálni a kurzusának, azt, amit Orbán Viktornak van megengedve ebben az országban egyedül, hogy a jobb oldalnak normát diktáljon, akkor Orbán Viktortól ez leszivárog az igazságminisztériumhoz, Rogán Antalhoz, meg Habony Árpádhoz, onnan meg leszivárog a Bayer Zsolthoz, a Bencsik Andráshoz, a Gajdi Csottóhoz, és így tovább. Tehát, hogy itt mindennek Orbán Viktor az eredete, de Kassai Lajos ezt nem veszi tudomásul. A baloldalon hatalmas volt az üdvivalgás, meg hatalmas volt a lelkesedés, hogy ez mennyire előre mutat. De hát látni kell, hogy a baloldal forrásaitól, befolyásától, lehetőségeitől, egykori hatalmától, egykori szerepétől, kulturális szerepétől annyira távolsodródott az árnyéka annak, ami egykor volt a baloldal Magyarországon. Ebben a helyzetben gyakorlatilag száműzöttként a hazájukban, vagy belső száműzetésükben ők ebben egy kitörési pontot látnak, azt látják, hogy jaj, milyen csodálatos, mégis lehet konszolidáció. Ennek, aminek a Kassai Lajos és a Gulyás Márton beszélgetése a valósága, ennek a hazugságát Bayer Zsolt is megrendezi két évente. Gulyás Mártonnal is nem olyan régen leült Bayer Zsolt, és eljátszotta, behazudta azt, amit a Kassai Lajos őszintén és komolyan előadott, hogy itt lehet konszolidáció, és akkor a Gulyás Márton leült vele beszélgetni, és akkor ott elbeszélgettek, és akkor ott a kommentmezőben a kommentelők elmondták, hogy jaj, de nagyszerű, hát így is lehet, milyen csodálatos. Bayer Zsolt elment a 24.hu-nak interjút adni, elmondta, hogy hát ez így nem jó, mégiscsak egy nemzet vagyunk, egy nemzet kellene, hogy legyünk, és akkor elkezdett mindenki lelkesedni a baloldalon, hogy jaj, de csodálatos, mégis lehet konszolidáció. A jobb oldalon megröhögtek, hogy konszolidáció. Veletek nyomorultak. Ha-ha-ha, nem lesz konszolidáció. Háború van. És másnap, annak a másnapján, hogy Bayer Zsolt leült Gulyás Mártonnal, meg töredelmes interjút adott a 24.hu-nak, leírta a következő férgezős, patkányozós cikkét, és elküldte. Hogy valójában azt, amit a Kassai Lajos csinál, azt a jobb oldal kvázi triggerelésre, meg kvázi önmaga hatalmának, meg önmaga erejének a megélésére használja. Arra használja, hogy azt tudja érezni, hogy lám, ezek bármikor jönnének újraegyesíteni a nemzetet, de ezzel elkéstek. Ez a nemzet nem lesz újraegyesítve, mert ha ez a nemzet újra lesz egyesítve, akkor többé nem Orbán Viktor fogja uralni, vagy legfeljebb 4 évig fogja uralni, aztán 4 évenként ki lehet hívni Orbán Viktor. Ilyen világon nem lesz, ilyet nem játszunk. De én úgy látom, hogy a Gulyás Márton az jelenleg egy szuperpozícióban van. Ő benne két személy viaskodik. Egyrészt egy ábrándos tekintetű, baloldali érzelmű idealista, másrészt meg egy számító, spekulatív, a kritikus pillanatban a Karácsony Gergellyel, meg az MSZP-vel szövetkező vókaktivista. És én nagyon szurkolok, hogy a Gulyás Márton az utóbbi identitás mellett köteleződjék el. Én nagyon, nagyon szeretném, hogyha a Gulyás Márton, nem az előbbi, az előbbi, véletlenül sem az utóbbi, hanem az előbbi. És ugye ezen múlik, hogy kicsoda Gulyás Márton, mert hogy a Gulyás Márton az előbbi, akkor ez a beszélgetés a Kassai Lajossal, ez valami újnak a kezdete, ez egy új, közös identitásnak, vagy egy új, közös, egy konszenzusnak, a magyarságon belül egy konszenzusnak lehet az alapköve.
De ha az utóbbi, az nem akar közösséget a jobb oldallal, az el akarja törölni. Úgy Kassai Lajost, mint a jobboldal, meg a jobboldali tradíciót úgy, ahogy van. Az nem keresi a közös pontokat, az nem keresi a párbeszédet, az olyan módon tör az életére a jobboldalnak, meg a jobboldaliságnak, amilyen módon Szentesi Zöldi, meg Gajdics, meg Bayer a baloldaliságnak, vagy a liberális identitásnak. Most ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és én abban bízom, hogy egy ilyen beszélgetés, nem az a beszélgetés, amit a Bayer folytatott le a Gulyással, mert az a hazugsága volt annak, aminek a Kassai a valósága volt, hogy az ilyen beszélgetések esetleg a Gulyás Mártont abba az irányba tudják tolni, hogy képes legyen a másik oldallal a párbeszédre, és a másik oldal ne megsemmisíteni akarja, hanem a másik oldallal akarjon egy közösséget, egy új alapon szervezett közösséget megvalósítani. Nagyon fontos, amit mondtál, mert én is azt éreztem, hogy ez egy nagyon fontos beszélgetés, egy nagyon fontos találkozás, és mégis mind a két oldal jó szokás szerint politikailag értelmezte ezt. Tehát, hogy pontosan amire te is céloztál, hogy a jobb oldalon ugye ez egy ilyen tanácstalanságot okol, hogy nagyon szeretjük a Kassait, igazából még ezután sem tudunk rá haragudni, de nem értjük, hogy ez hogy tette meg, hát hogy ülhet le a Gulyás Mártonnal. Tehát ez ugye egy olyan szintű kilépés volt a buborékból Kassai Lajos részéről a jobboldali közönség számára, ami értelmezhetetlen. És akkor ugye egy olyan ikon, mert egyébként a jobb oldalon Kassai Lajos egy ikon, egy kulturális ikon, és egyébként méltán. De hogy ez az ikon hogy tehetett ilyet, ezt nem tudja értelmezni. Tehát ez valami baj volt. Tehát ez valami természetfeletti, vagy nem is tudom milyen magyarázatot kell rá találni. De én a másik oldalon is problémát látok, mert amire te is céloztál, hogy hát a baloldal sem úgy értékeli, hogy lehet, hogy akkor most át kéne nekem is gondolnom, hogy a jobboldali tradícióhoz mi a viszonyom, vagy hogy annak a helyét a magyar nemzetben hol látom, hanem hú, de jó, hogy leült a Kassai a Gulyás Mártonnal, mert ez az Orbánnak biztos nem fog tetszeni. Ez a jobb oldalon biztos megosztottságot fog kelteni, ez majd ott zavart kelt, hogy a Kassai picit segíti a kampányunkat ezzel végül is, vegyük észre, és ezt akkor használjuk ki, ezt a lehetőséget. Tehát, hogy az a baj, hogy az ilyen történelmi találkozásokból is ilyen nagyon satnya, nagyon ócska politikai viták alakulnak ki, és hát tényleg nagyon, pedig szerintem nagyon fontos volna, hogy annak a találkozásnak egyébként legyen több más ilyen találkozás, legyen folytatása, meg hogy ennek a kulturális konklúzióit vonjuk le, és ne a politikait. Hát itt az a probléma, itt a jobbágytársadalom. Mert ez a jobbágytársadalom. Tehát, hogy ugye ez a beszélgetés, ez a magyarsággal, ez a magyar kultúrával, ez a magyarság évszázadaival akar kommunikálni, a magyarság tradíciójával, meg a magyarságnak a modernitásával, és azt akarja találkoztatni, de a magyar társadalom ebben nem ismer önmagára, ehhez nem tartozik, ez nincs hozzáférése. A magyar társadalom az egyrészt ugye az Orbánnak a takarodását óhajtja, másrészt meg a Gyurcsánynak a visszanemtérését óhajtja. A magyar társadalom ennek az eszköze. Itt a kommentelő, a kisember, aki nézi a Gulyás Mártonnak a beszélgetését a Kassai Lajossal, ő is úgy gondol önmagára, mint egy világos gyalogra, illetve egy sötét gyalogra. Jó ez nekünk? Ez most nehéz helyzetbe hozza őket, lépéskényszerbe kerültek, vagy hát itt most a Kassai Lajos, az most... Fehér bábuként kiütött egy fehér bábuk. Igen, hogy tehet ezt? Igen. Tehát, hogy itt már mindenki Orbán Viktor, illetve Gyurcsány Ferenc fejével gondolkodik. Jó ez, de hát könyörgöm, te nem az Orbán Viktornak vagy a jobbágya. Ja, de az vagy. Hát így, ilyen körülmények között nagyon nehéz. Tehát, ha valaki már nem a saját identitásához tartozik, hanem itt ő az eszköze egy magasabb jónak, egy kurzusnak. Ennél nem ismerünk magasabb jót. Az a baj, hogy a jobboldaliak nem tartják a nemzetet magasabb érvénynek, mint a maguk jobboldaliságát. És ez beárazza a jobboldaliságukat is. Hát, hogyha ők kirekesztik az ország felét a nemzetből, akkor mennyire nemzeti oldal ők vajon? Tényleg az? Ezen az áron ők megélhetik a maguk polgárháborús jobboldaliságát, de hát mi képezné a jobboldaliságot, hogyha nem a magyarság egysége? Ebben a tekintetben, ugye ez már egy paradoxon,
az én szememben Kassai Lajos jobboldalibb, nemzetibb lett azáltal, hogy leült a Gulyás Mártonnal beszélgetni. Ezt kellene, hogy jelentse, ez az eredeti, eredendő értelme kéne, hogy legyen a nemzeti. Nemzeti szellem. De te belegondolsz, ugye minden nálunk kicsit így önmaga karikatúrájával, vagy groteszk képévé válik, ugye amit mondtál pont, hogy a nemzeti az, aki a legtöbb embert szeretné a nemzeten kívül látni. Miközben a nemzetegységéről beszél folyamatosan a szónoklatok szintjén. A liberális az, aki a legkevésbé tudja tolerálni, ha valaki nem ért vele egyet. A szocialista az, aki a legkevésbé érdeklődik a szocialista vagy a szociális biztonság iránt, és a konzervatív az, aki a pesti tévén a legposztmodernebb műsorokat képes úgymond legyártani. Tehát, hogy nálunk minden egy picit a valószínűleg ez a nemzetünk történelmi frusztráltságából fakadóan minden torzképpé válik. De lehet, hogy ez a korszellemhez tartozik. Az lehet. Lehetséges, hogy ez már az Orwelli új beszél, amelyben a békeminisztériumban a háborút tervezik, az igazságminisztériumban a hazugságokat gyártják. De nem vagyunk ebbe a szituációban, nem akarom itt a magunk szerepét így túl dimenzionálni, de mi azért ebbe az új világba elég rossz állapotba is érkeztünk. Tehát, hogy mint hogyha ez az új világ, ez még bennünket még rosszabb állapotunkba is talált volna meg, mint másokat. Halmozottan terheltek vagyunk, és ugye az van, hogy a nyugat, meg a nyugatiság is egy hatalmas krízisben van önmagával, ugye a múlt eltörlésének a szándékával lép fel a baloldal. Orbán Viktor meg ezt az érvet kijátsza a teljes nyugattal szemben. Azt állítja, hogy ez a nyugat. Pedig hát valójában ez a nyugatnak az egyik kurzusa, az egyik pólusa, illetve hát a nyugatnak egy nagyon súlyos jelenleg is zajló kihívása. Ebben a helyzetben a nyugatot nem hátba döfni kell, hanem visszavezetni az identitásának az alapjaihoz. Én azt gondolom, hogy ez erre hivatkozva kijátszani a nyugatot a keletnek, ez az identitásunk elárulása, legfeljebb egy olyan hivatkozással, hogy hát nem mi áruljuk el, ők azt már régen elárulták, és akkor még ehhez meg is jelennek olyan cikkek, a Mandineren olvastam, hogy a nyugati civilizációnak az igazi szelleme ma már keleten van. Hát ugye, nyugaton a helyzet változott, ez volt a tranzit beszélgetésnek a címe. Nekünk most már keletre kell fordulnunk a nyugati értékekért. Hát legalább csak ezt nem mondanák. Hogy a kínai kommunista pártra rápillantok, nem a nyugati értékeket látom. Akkor mondják azt, hogy a nyugat az ma már egy csőd. A kelet az meg még mindig a kelet. Mondjuk a kínai kommunista párt sem, tehát a kommunizmus nem egy keleti ideológia. Tehát hogy igazából nyugati ideológiaként került Kínába. Uh-huh. Az egy más kérdés, hogy Kínában mivé alakult. Igen, de én ezt ma már nem kommunizmusnak látom, ami ott történik. Nem akartam elvinni. A parancsuralom maradt meg abból az ideából, amit a Marx meg a Lenin megalkottak. A parancsuralom maradt meg. Most, hogy ennek volt-e? Azért azt gondolom, hogy ehhez tartoztak bizonyos illúziók. Ami ebből megvalósult, az nagyjából a meszes gödrök, a koncentrációs táborok, meg a tömeggyilkosságok, illetve a korlátlan uralom, ami addig ugye ilyen formában nem létezett. De én azért azt hiszem, hogy ami Kínában zajlik, vagy ami Kínában újra strukturálódott, az megint egy császárság. Tehát én azt gondolom, hogy a Kína minden politikai jellege ellenére, a vörös zászló ellenére, a kínai kommunista párt központi bizottságának határozatai értve és megtartva a saját gyökereihez gravitál vissza. Hát Kínában megint császárság van, és a Kínának ezúttal olyan birodalmi ambíciói vannak, amilyenek talán a történelmében nem voltak soha, hiszen Kína a falat épített. Tehát Kína nem hódítani a óhajtott a saját államán kívül, nem újabb és újabb területeket akart önmagához csatolni, hanem Kína meg akart maradni Kínának, és Kína nagy kihívása nem az volt, hogy meg tudja hódítani mindazt, ami nem Kína, hanem hogy egybe tudja tartani mindazt, ami Kína. Jelenleg Kína nem azzal küzd, hogy egybe tudja-e tartani önmagát, hanem jelenleg Kína rohamosan gyarmatosít egyéb kontinenseket, többek közt Afrikát.
Kínának most már olyan birodalmi ambíciói vannak, amilyeneket 25-30 évvel ezelőtt még az Egyesült Államokból néztünk ki, de az Egyesült Államok a saját polgárháborújával van elfoglalva, Donald Trump az amerikaiaknak a proxy háborúit hazaimportálta, és azt a háborút, amikor Amerika mindig is valahol háborúzott, valahol valamilyen háborúban érdekelt volt, ezt hazahozta, és a liberálisokra vezette rá, úgyhogy Amerika kiszállt tulajdonképpen a nagyhatalmi játszmákból. Amerika visszavonult a saját kontinensére, ott neki azért még megvannak a maga gyarmatai, és most egész Európa és az egész Közel-Kelet cserben lett hagyva. És most Európa és a Közel-Kelet örjöngve fegyverkezik, mert egy új világrend, egy új nagyhatalmi status quo van kialakulóban, és ebben most mindenki a saját helyét keresi, illetve a saját biztonságát próbálja megőrizni. Tényszerű innen visszatérnünk akkor itt szinte már zárásképpen újra a témához, mert elkalandoztunk most itt a világpolitikában, de olyan szempontból jó volt, hogy ezt elmondtad, mert hogy az, amit mondtál, és itt a világpolitikának ez a turbulenciája, és hogy mindenki keresi most ebben a helyét, és bizonyos értelemben újra kell pozícionálni a sok mindent, ezt még inkább megerősíti azt, hogy a magyar közösségnek, Magyarországnak, a magyar nemzetnek az identitásában valamilyen közös nevezőt kell találni. És ez nem feltétlenül közös, nem, ez a közös nevező nem az, hogy nem feltétlenül, nem biztos vagyok benne, hogy nem politikai közös nevező. Az már inkább okozat lehet egy kulturális közös nevező után. És hogy hát ennyire kis reklámot engedj meg a kedves nézők is, hogy ugye nemrég jelent meg a könyvem, Átokból áldás, ezt a címet viseli, ami a turáni átokból indul ki, és azt próbálom ebben a könyvben bebizonyítani, hogy a keleti és a nyugati komponensünk, akkor most egyezünk meg a híd képben és ne a komban, én sem használom egyébként a kompot, ez valójában teremtő szintézis lehet, és Kassai Lajossal is van benne egy interjú, és én azt látom, hogyha a magyar néplélekben ez a keleti, meg ez a nyugati, meg ez a geopolitikai törés, ahol élünk, meg ez az egész szétszakítottság ugye helyére kerül, akkor abból Ady Endrék születhetnek. És hogy meg kéne tanulnunk, amit Kassai Lajos szerintem nagyon jól megél, mert ő egyébként már úgy hivatkoztam rá, hogy a keleti komponensnek a meghatározó alakja, de ő nagyon nyugati életet él egyúttal, egyszerre. Tehát ezt a kettőt egyszerre éli meg. Ő maga is elmondja, hogy ő nagyon keleti életet él, meg nagyon nyugatit. Tehát ő nem egy völgyben él, de nem utasítja el a nyugati gondolkodást, nem utasítja el a nyugatból a jót. És hogy nekünk valahogy a keletből is, meg a nyugatból is a rosszat vonzuk be, keletről a despotizmus, nyugatról a haszonelvűséget, miközben lehet, hogy az kellene, hogy keletről a létharmóniát, nyugatról meg a kreativitást és az analitikus, racionális gondolkodás valahogy egymás mellé állítani. És hogy a kérdésem az lenne, és ez egy záró kérdés hozzád, hogy te hogy látod a magyar identitást? Tehát mi volna szerinted az a magyar kulturális identitás, ami a 21. században, amiben te is jól éreznéd magad, és amiről úgy gondolt, hogy az egész ország számára egy olyan közeget teremtene, amiben végre alkotni tudnánk? Én nekem az imént említetted Adit, nekem erről Adinak a nagyon jó barátja és harcostársa Móricz Zsigmond jutott az eszembe. Móricz Zsigmond az én szememben ez a híd, amiről beszélünk. Móricz Zsigmond a pályájának egy bizonyos szakaszában a Nyugat főszerkesztője volt, a pályájának meg egy másik időszakában a Kelet népe főszerkesztője volt. Móricz Zsigmond olyan integráns része volt úgy a nyugatos baloldali vagy liberális kurzusnak, mint a keleti orientált jobboldali kurzusnak, hogy mindkét kurzus a nyugat, illetve a kelet népe főszerkesztői posztjára kérte fel. Tehát azt mondta, hogy vezest te ezt a kulturális kurzust és ezt a kulturális küldetést. Úgy tűnik, hogy az ő személyében, és nem véletlen, hogy Adival olyan jó barátok voltak. Úgy tűnik, hogy Adiban, meg Móricz Zsigmondban megvolt mindkettőnek az alapja. Megvolt mindkettőhöz való hozzáférés. Mind a kettő vegyérték ott volt benne, mind a kettőt ismerte, mind a kettőt értette, és mind a kettőt szolgálni tudta a nyugat, illetve a kelet népe főszerkesztőjeként. Pedig hát nyilvánvaló, hogy a kelet népénél is volt egy csomó olyan szerző,
aki az életében nem írt volna egy sorsa a Nyugatnak, és a Nyugatnál volt egy rakás olyan szerző, aki soha nem írt volna semmit a Kelet népének. A Nyugatnak nem véletlen volt az a címe, hogy a Nyugat. A Kelet népének meg nem véletlen volt Amaz a címe. De ő bennük, úgy az Adiban, mint a Móriczban, megvolt mindkettő, és értette mindkettőt, és úgy gondolta, hogy az egyik szolgálata nem a másik ellenében zajlik, és a másiké nem az egyik ellenében zajlik, hanem hogy valójában ezek kiegészítői, ezek komponensei a magyarságnak, és hogy ezekből így együtt lehet egy konszenzus, egy béke, egy társadalmi egység, ami a kulturális többszínűségnek az alapjain áll. Hogy ezek a színek kiegészíthetik egymást, és ezekből összeállhat valami több. Én nem csinálok titkot abból, hogy én hozzám a Márainak, a Kosztolányinak az identitása áll közelebb. Tehát, hogyha én írnék, vagy írtam volna, vagy írhatnék valahova, én a Nyugatba írnék, nem a Kelet népébe írnék. Nekem az én identitásomhoz ez áll közelebb. De látom, és igen nagyra becsülöm az Adinak, meg a Móricz Zsigmondnak ezt a kétirányú identitását, és ezt a kétirányú elkötelezettségét, és én ezt egy nagy értéknek tartom, és úgy gondolom, és csodálom is, és úgy gondolom, hogy ez nem az elárulása egyiknek a másik felé, és a másiknak az egyik felé, hanem hogy ez az integrálása annak, bennük megköttetett az egység, az a szövetség, az a béke, amit nekünk itt kint kell megkötnünk egymással, amit a Gulyás Mártonoknak, a Kassai Lajosokkal meg kell kötniük. Ez az, amiről a József Attila írt a Dunánál című versében. Ezek az erők, ezek kiegészítik egymást is, és az erővonalak, ezek a magyarságot képezik egymásból és egymás által, és bármelyiknek a kirekesztése az kevesebb, kisebb, szegényebb, gyengébb magyarságot eredményez, és mindezeknek az integrálása az nem higítja a magyarságot, hanem sűríti és erősíti azt. Ámen. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, köszönöm nektek a figyelmet, és remélem, hogy sokan tanulságot is le tudtok majd vonni ebből a beszélgetésből, mindkét oldalon. Neked még egyszer köszönöm, Robi, találkozunk a következő interjún.